Nézd meg, nem tudom, hogy mit mondjak, mit mondjak. Ha belegondolsz abba, hogy szeptember 16-án pontosan 60 éve léptél először a Nemzeti Színház színpadára, ez azt hiszem a világon majdnem egyedülálló. 60 éve, szeptember 16-án, emlékszel, hogy milyen darabban? Nem tudom pontosan. Nem? Itt van egy újság, amiben még ez is benne van. Bánffy Miklós, a Nagy Úr című. Azaz. Igen. Kis Nagy. Ferenc, Szörényi Éva, Ungvári László, ők voltak a partnereim. Igen. Hihetetlen. Igen. Hihetetlen. És ezek után, ez még az ostrom előtt volt. Igen. És utána viszont nem mehettél vissza a Nemzetibe. Igen, ezeket a történelmi intervallumokat nem nagyon tudom pontosan követni. Én úgy érzem, hogy mióta megszülettem, azóta a Nemzeti Színház tagja vagyok. Érted? Én úgy érzem, érted, hogy az egész dolog, a létezésem, a lényem, ahogy tudomásul veszem az életet, meg az irodalmat, meg erkölcsileg, szellemileg, az egész, én mindig a Nemzeti Színház tagja voltam, és azért voltam a Nemzeti Színház tagja voltam, mert itt van egy nemzet, akit szellemileg, erkölcsileg tartani kellett, vagyis hogy táplálni kellett, hogy ne tévedjen el. És az az érzésem, hogy én nekem egyetlen olyan pillanatom nem volt ez alatt a 60 év alatt, amíg nem ezt szolgáltam, ezért értem. Éjjel-nappal ezen tört a fejem, hogy lehet tisztán gondolkodni. Hogy lehet rávenni az embereket arra, hogy tisztán gondolkodjanak. Itt hirtelen két kérdés is adódik. Az egyik, hogy miért lettél színész, vagy honnan jött az ötlet, hogy színész legyél. Hozzáteszem, van olyan hírem, nem tudom igaz-e vagy nem, hogy Hódmezővásárhelyen, tudod, a Kovalik Karcsi volt Hódmezővásárhelyen, tőle hallottam nagyon sokan ilyen dolgokat, hogy Hódmezővásárhelyen téged már 16 éves korodban úgy apostrofálta, hogy a színész. Igen. Ez honnan volt? Kedvesem, én Hódmezővásárhelyen születtem, én a cigány él partján. Nem tudja senki már, nem élek. Mi a cigány él? A cigány él egy ilyen kubik gödröktől, ilyen szemét, lerakó minden, de víz volt, úgy úsztunk benne állandóan. A cigány él, aki az értől indul el, eljut az óceán, hát így történt velem ez. Nagyon sok szép dolog volt az életemben. Valami nem tudom, hogy honnan volt jött. Volt a családban valaki művész? Dehogy volt, Isten őriz, dehogy volt. Hát azt se tudták, hogy mi az a színház. Semmi. Kérlek szépen, úgy történt, hogy én egy katolikus vegyeskarnak voltam a tagja, ének. Gondolom leénekeltél mindenkit. Igen. Nagyon kedves, és Tóth Lajos főkántor vezényelt ezt, és ő tanítgatott engem énekelni folyton, vele együtt gondolkodtam, és akkor egyszer csak nem is tudom, valami dolog történt velem, azt hiszem valami haláleset volt a családban, és akkor muszáj lett volna elmenni dolgozni valahova, nekem dolgozni. Erre azt mondta Tóth Lajos, hogy ad egy cédulát nekem, és a Kardos Gézánál, az akkori színház igazgatójának, szegedi színház igazgatójának, de akkor Hódmezővásárhelyen voltak a kis gyönyörű kis palotába. Hogy tudod, ha ad nekem, hogy menjek én ebbe oda hozzá, és jelentkezem. Na hát, hetekig, hónapokig szaladgáltam össze-vissza, hogy nehogy összetalálkozzam vele. Egyszer csak összetalálkozom, és átadtam a levelet. És akkor rögtön azt mondta, hogy jöjjön. Zács Zsámbékinek az apja. Zács Jani és Horváth Jenő meghallgattak. És ott ragadtam kérlek szépen. És nagyon szép dolgokat játszottam már akkor is, és akkor egy idő után jött a Kis Ferenc játszani. Színészkamarának volt a főnöke, meg... Mi? Az akadémiának. És mondta, játszottam vele, azt hiszem a Nagy Úrban. Vagy a Hentsel fúvarosban, valamelyikben. A Nagy Úrban. Nagy Úrban, azt hiszem. És mondta, hogy féli, négy alá szerződés sehova, majd én szólok neked. Na, boldog voltam, mint a hülye. Rohangáztam, gyerekek, tudjátok, mit mondom, ugyan megy a felébe, nekünk is mindig azt szoktam mondani. Milyen. Egyszer csak jött egy levél, Martonné,
titkárnő, jelentkezek a színházba. Ilyen nevekre emlékszem? Igen. A Kovács Aladár volt akkor az igazgató, még két mankóval jött elém, két mankó olyan rossz lábú gyerek volt, de nagyon kedves, művelt, nagyszerű kis emberke volt. Jött és dobta, és megölelt, és szóval, hogy végre valakit, akit várt, az jött, akit ő várt. Uh-huh. És nagyon jó, nagyon kedves volt, igen, ám csak aztán közben engem elvittek katonának, akkor már meglógtam, de nem meglógtam, hanem valahogy úgy mentem, érted, úgy mentem, hogy kések, sajnos már hívó, kések, hódmederről vissza kellett menni, és mire megérteztem, pár nap késéssel, már a laktanya előtt egy kislány locsolta a kertet, mondom, maga a kapitány. Nem, elmentek már. Jaj, de most, na, vissza, fa. És onnantól kezdve ki nem tettem a lábom a Nemzeti Színházból, szellemileg se, erkölcsileg se, szakmailag se, nagyon-nagyon. Az elején mondtad, hogy a nemzet összetartása. Mi a nemzet, Feri? Ezt már annyiszor hallottam tőled, mindig a nemzetre hivatkozol, igen, de igen. Mi a nemzet, igen. Kikből áll a nemzet? Igen, hát ott egy élegy nép, ugye, aki azonos nyelven, azonos erkölcse, azonos múlttal, azonos történelemmel rendelkednek. És már hogy itt a Kárpát-medencében. Igen. De hát a nyelvünk az azonos, ez tény. Igen. De a múltunk már nem azonos, sőt, egyesek vitatják mások múltját is. Igen. Persze. Tehát akkor itt az elméletet, ha úgy tetszik, megdől. De ez nem dől. Hát 1000 éve van Magyarország. Uh-huh. 1000 éve van Magyarország, nem dőlhet meg, épesülyen gondolkodó ember előtt, nem dőlhet meg. Ez ilyen, és ez a gondolat, ez az eszme rajtunk ragadt, rajtunk maradt, és annyi minden felől voltunk kegyetlenül támadva, hogy kénytelenek voltunk ellenállni. Mint magyar nemzet ellenállni mindenféle rohadásnak, meg rothasztásnak, meg agressziónak, mindenek. Megpróbáltunk ellenállni, és ez nekem számomra csoda volt, a színház. A színház az emberi szellem legmagasabb rendű igényei közé tartozik, a színház az emberi szellem tisztessége, az emberi szellem méltóságát szolgálja. A szellem tisztességét, a szellem méltóságát szolgálja. Na ez az eszme, amelyre én ráakasztottam a kis életekben, és éjjel-nappal, napi 20 órai munkával csináltam ezt a szörnyűségesen szép dolgot. Nagyon munka szép. Munka volt ez számodra? Nem, boldogság. Olyan nagyszerű emberekkel voltam együtt, hogy ezt nem tudom neked most hirtelen elmondani, nem, itt volna a lapok. Hát a teljes magyar színház történelem. Az egész magyar színház történelem. Mindenki, aki élt és munkodott, aki gondolkodott, aki cselekedni tudott, aki jó volt, aki szép volt, aki tiszta volt, nagyszerű volt, az mind az én pajtásom volt. Azoknak én mindnek a pajtása voltam. Szerettek, elfogadtak, és úgy éltünk kéz a kézbe, hogy nehogy egymásnak valamit ártsunk. Soha nem bántott senki? Nem nagyon. Nem nagyon erős volt. Na finomítsuk egy picit ezt. Mi az, hogy nem nagyon? Nem hiszem. Hát nem éreztem soha. Erős voltam, és nem kellett engem bántani. És te se bántottál senkit? Na, hát arra nem volt nekem időm. Ha tanulni tudtam, állandóan tanultam, hát éjjel-nappal csak tanultam, és készültem. Nagyszerű ember láttam. Küzdöttél a szerepekért? Tessék? Küzdöttél a szerepekért? Major Gellért, Várkonyi Vámos. Szóval olyan emberek között értem, akik számítottak rám, érted? Akinek fontos voltam, úgy gondolkodtak, ahogy én. Szóval velem gondolkodtak ők is. Rajtam keresztül gondolták végig azt, amit ők ki akartak fejezni. És akkor nagyon szép, hogy is mondjam, gyönyörű korszak volt. Na nem lehet, azt nem lehet elmondani, azt nem lehet... Melyik korszakról beszélsz most? Mert hogyha úgy gondolod, ha veszük, akkor 44-be kezdted igazából a igen, pályát. Igen. A mai napig tart. Mai napig tart. Neked ez az egész 60 év úgy, az ahogy egész van szép? Igen, szép. Nincsenek benne olyanok, amiket elfelejtenél?
Nem tudom, hát mik lehetnének? Nem volt bajom senkivel. Nem volt bajom. Politikailag nem tudom. Az nem is jutott el hozzám. Nem jutott. Kikerült a politika? Kikerült. És kezelhetetlennek tartottak? Kezelhetetlen, így ahogy mondod. Kezelhetetlennek tartottak. Nem tartottak alkalmasnak arra, hogy velem politikai dolgokat közöljenek. Én meg Katona József, Németh László, Illyés Gyula. Igen, miközben ez nagyon érdekes dolog, mert miközben politikailag kezelhetetlennek tartottak, eközben a legsúlyosabb mondani valókat kaptad meg. Igen. Hogy azokat közvetítsd. Igen, igen. A legkeményebb, a legsúlyosabb mondani valókat és a legkarakterisztikusabb figurákat. Ez volt a szellemi élet, amelyet azért csináltunk csak makacsul, mert tudtuk, hogy nem nagyon szabad. Tudod? Hátam mögött azért ott állt a Rákosi elvtárs, meg Aci elvtárs. Aci ugye nagyon szerettekem, de hát bemutattuk az embertagi díját is. Rákosi magához hívott bennünket, ott ültünk, hogy 20-an előtte, a akadémia 15-ben. Ott ültünk előtte, 20-an, és mondták, na, mit csinálnak az elvtársak már megint? Játsszák ezt a darabot, harcolunk a szociális elvon. Nem Rákos elvtárs, nem. Azért harcolunk, hogy az emberek lássák, hogy milyen gyönyörű kincseink vannak, hogy ez a darab micsoda kincs, ez a milyen csoda, ez a jó vannak. Csinálják. A párt úgy is fogja a kezüket. Mondom, Rákos elvtárs, csak az egyiket. Csúsztak a pad alá a gyerekek, hogy ez a barom börtönbe juttat bennünket, de szépen megúsztuk. Acél nagyon szeretett, nagyon tisztelt engem ezért, nem tudom, hogy honnan vette. Nagyon szép leveleket kaptam, vannak oda az a gyönyörű levelek, és szerette engem, mindig jött, hogy miért nem, hogy jártak hozzá Mutkaék, Zatörösen, jártak hozzá gátyázni. Jártak hozzá színészek kártyázni. De miért nem gyömmel? Nem tudok kártyázni. Kártyázni az ember vagy börtönbe, vagy kollégiumba tanul. Szavába kerül felikért. Nem tudok kártyázni, a fele egyenek. Ott volt a majorra szembe fönn. Egyszer voltam nála valami időt, kifolyam valami gyászügy, vagy gyászügy. Temetésügybe voltam nála. Nagyon jó volt élni. Kár, hogy vége van. Nem értem. Kár, hogy vége van. Te szépen gyarapod, te szépen, én meg fogyok. Fogyok el. De ilyen finoman meg senki nem mondta, hogy magad vagyok. Gyarapodsz a világban, én meg fogyok ki a világból. És ez nagyon kegyetlen, néha sírni tudnék, arzsöngeni, hogy Isten. Peri, nem az zavar téged? Ne haragudj. Nem az zavar téged, hogy mostanában nincsenek ilyen formátumú szerepek, amikkel téged meg lehetne találni? És nem az zavar, hogy nem dolgozol? Angyalom, lehet, hogy az is zavar, de nem tudok csinálni. Nem tudok próbára járni. Nincs, ez már a múlt. Nincs. Nekem van. Azért, hogyha holnap valaki megtalálna. Igen. Egy komoly rendező, egy jó szereppel. Igen. Azért rögtön igent mondaná. Igen, mondani, de nem tudnám végig csinálni. Nem hiszem el. De most már nagyon rosszul, nehezen mozgok meg minden. Tanulni tudok, mert éjszaka, amikor nem tudok aludni természetesen éjjel, 2-3-kor. Ez igaz, hogy az idősebb emberek nem tudnak aludni éjjel? Nem tudok aludni. Mondom a verseket, gyönyörű verseket mondok éjjel. Szoktam mondani ezt, de ez kedves. Hányat tudsz? Rengeteget. Arra is ez mindig, amikor már teljesen elállja, és amikor elmondom, hogy szép asszonyom a szerelem, ötletem és ócska jószág, és mégis hidd el, az egy hajszás valamink a valóság. Az ember mindent elfeled, élni, hazudni, halni, adni, de csókkérő daganata a sírban sem fog elohadni. Drágám, a napok és évek, hidd el, nem lesznek soha szebbek. Holnap és mindig az emberek ölelnek, szülnek és temetnek. Valahogyan ezt kellene feledni, máma. Ez a kicsi kis feledés az emberek boldogsága. Drágám, ugye mi feledünk, éves, ugye a napok, évek nem rontják meg a mámorunk, nem rontnak meg engem, s téged. Olyan mindegy, mind szeretünk, olyan mindegy, csókunk mifajta, olyan közeli a halál, és olyan nagyszerű győzni rajta.
És ilyenekkel ébredek. Ilyenekkel szoktam ébredni, meg 143-at léptem el ahhoz az emlékműnek, meg borzasztó szép. Borzasztó szép dolgot szedek össze, meg furcsán tetszik, de imádkozni szoktam. Komolyan, nagyon, olyan jó, olyan szép, olyan, úgy szeretném, ha valami megnyugtatna. Valami nincs rendben velem, érted? Valami nincs rendben. Nyugtalan vagyok. A munkahiánya. Türelmetlen. Le, igen, az valószínű. Türelmetlen. Egy ember, aki végig dolgozta az életét, ha bár most én használom azt a kifejezést, amit rajtad kértem számon az előbb, hogy ez nem munka volt számodra ez az élet, igen, hanem az élet. Élet. Hát végül is azt nem csinálod, ami miatt éltél, vagy amiért éltél. Igen. De nagyon jó néző vagyok. Ezt hogy értsem? Néző, a feleségem elszakott mindig előadásokra, és nézem őket. Borzalmas előadásokat látok, nagyon sajnálom szegénykémet. Nem tudják meg soha, hogy mi a színház, és mi a színésznek lenni. Nem tudják meg. Mert teljesen rossz lelkű emberek, rossz szellemű emberek vezetik őket, rossz irányba megy az ember. Ember méltóságú szó sincsen, érted? Szóval nem tudom. Nincs ember, nem látok embert a színpadon, nem látok igazán embert, aki vállalna engem, vállalna saját magát, aki miattam él, miattam gondolkodik. Ezek a szörnyűség, amiket csinálnak az kis angyalkáim. Én nagyon szeretem őket, nagyon szeretem őket, de szeretném, ha tökéletes emberek lennék. Az emberábrázolás az egy borzalmasan nehéz dolog. Nagyon nehéz, és nem embert ábrázolnak, hanem egy embert valamilyen buta helyzetbe. Csak hogy buta helyzet legyen, hogy fölhívják rá a figyelmedet. Uh-huh. Hogy a figyelmedet fölhívják rá, mert te nehogy elaludj a nézőtéren. Kedvesem, örülök neki. Az a jó, hogy látlak, mint hogyha ez a 25-30 év, amit együtt éltünk végig, el se telt volna már, újra visszajött volna, rengeteg csak kedves utazásunk, hülyéskedéseink, minden, bejártuk az egész országot, Csonka Magyarországot, mindent át tudsz etni. Azt mondtad, hogy egyszer majdnem megöltél minket? Hát tudom. Tudom, igen. A kocsis. Igen. Kocsis, igen. Igen. Egyszerű volt a dolog, és már akkor is a halál foglalkoztatott, de nem értem, hogy miért el kell mondjam a történetet. Na? 60-t hagytuk el, vagy Gyöngyöst, és még a régi M3-ason, az út mellett volt egy temető. Igen. És én vezettem, és egyszer csak rámordítottál, hogy állj meg! És én nem értettem, hogy mi van. Befékeztem egy hatalmasat, majdnem elszálltunk. És oda mutattál a temetőre, és azt mondtad, hogy álljunk már meg ezért a kis időért, ami hátra van, nem érdemes tovább menni. Hát én akkor a pokolba kiváltalak. Azóta eltelt több mint 25 év, és itt vagy, és játszhatnál milyen, most is. Miért nem csinálod? Jó dolog azért, hogy veled találkozom, akivel át lehet álmodni, vissza lehet álmodni ezt az elmúlt 25 évet. Mennyi hasznos dolgot csináltunk, mennyi okos dolgot, mennyi szép dolgot csináltunk. Hát az nemzetnevelés, amit csináltunk, az... Addig csak a kocsmába ültek az emberek, értettem, néztek minket, minden zegzugba el tudtunk jutni, elmentünk, nem csak azért, mert pénz, hanem azért, mert akartuk csinálni, mert meg akartuk mutatni a világnak, hogy vagyunk. Csák Pista, kedves barátunk, egyen meg a húsát, szervezte, mint a hülye, drága anyám, és nagyon jó volt, mint mondom neked, hogy Ez a dolog, veled való beszélgetés, csak azért olyan jó, mert mint a 25 év nem ért volna véget, érted? Szóval, mint a... Én akkor egy csomó mindent fölírtam, amiket mondtál, mert már akkor érdekelt. Azt gondoltam, hogy hosszú távúak azok a dolgok. Akkoriban mondtad azt, hogy a színház abban segít dönteni, amiben a matematika nem tud, hogy szabad-e ember alatti módon élni, vagy nem szabad. Tudod, sajnos ma inkább az a kérdés, nem az a kérdés, hogy szabad vagy nem szabad, hanem hogy lehet-e olyan módon élni. És lehet? Hát, meg kell próbálni. De ez az kell, hogy ki igényli azt, melyik részét fogadod el az életnek. Nagyon nagy a csábítás, meg kell mondjam, nagyon sajnálom az embereket, borzasztóan ki vannak szolgáltatva,
elköltség anyagilag is, főleg jövőépítésbe, családépítésbe, családtervezésbe ki vannak szolgáltatva az emberek nagyon, és ezért bármit megtesznek. Nagyon sajnálom őket. Nagyon szeretnék egy boldog, szép életet látni, egy szép, boldog életet, hogy mindenki örüljön a másiknak, és ha találkozik, akkor öleljék meg egymást, és ne köpjenek egymást pofácskájába, hanem öleljék meg egymást, és legyenek boldogok. Hihetetlen energia van benned most is, még kevés olyan 80 körüli embert is, akinek olyan kemény lenne még a bicepsze ma is, mint neked. Jaj, ne bánts. Nem bántalak, halálosan komolyan mondom. Szenvedek, mint kutya. De mitől szenvedsz? Nem tudom. Hát olyan hiányérzetem van magammal szemben. Fölösleges vagyok magamnak. Egészségileg jól vagyok, nem vagyok jól. Szédülök, de az mindegy. Úgy értsem, hogy magadnak ilyen, hogy mondtad ezt? Nem vagyok magamnak, nem vagyok jó magamnak, nem bírom magamat magammal elfogadtatni. Nagyon nehéz elfogadtatni magamat. Mit? A környezetem azok nagyon aranyosak, mindenki, drága kedves feleségem, egyenleg a kicsi szívét, sok baja van neki velem. Nagy púp vagyok a hátán, egyen meg a szívét, de hát... Nincsen, értsd meg, dologtalanul nem lehet, reggel bemegyünk, Isten megvesz az újságokat, csak egész nap újságot olvasok, öt újságot olvasok. Borzasztó. Mégiscsak nekem lesz igazam, Feri. Mi? A munkahiány az, amit éget. Valószínű, igen. Hát biztos, a társaság, a pajtások hiánya, akikkel érted, együtt létezés, az emberekkel való együtt létezés, együtt gondolkodás hiánya, tudod, az? Hát igen, de hát angyalom, ennyi emlékből mi az Isten csodáját lehet kiszűrni? Ennyi emlék, ez mind hiányzik. Akármis, mind hiányzik, hát nincs kinek a kedét fogjam meg, kinek? Mit nem próbáltál ki a színpadon? Mit? Mit nem próbáltál ki a színpadon? Nem hiszem, azt hiszem, hogy mindent. Mindent a világon. Kipróbáltam, énekeltem, táncolni nem annyira táncoltam, de énekeltem, operetben is énekeltünk, nagyon szép dolgokat játszottam. My Fair Lady, Honti Annával is játszottam meg, minden. Gyönyörű dolgokat, igazán mondom neked, olyan boldogságosan szép visszagondolni erre az egész dologra. Figyelj, ha most rendező lennél, mivel kínálnád meg Besenyei Ferencet? Üljön a fenekén. Ne szórakozzál vele! Milyen szerepet tudnál megkínálni? Üljön a fenekén. Nem tudom, hát van egy pár olyan dolog, aminek esetleg beérett a kora, de a fene se tudja. Mondja. Nem tudom. Légy szíves, mondja, ne kéresd magad. Nem jut eszembe. Sok öreget játszottam. Zorba volt a legutolsó. Nagyon öregbe, kedves, szép, nagy bohóc, nagy szélhámos, nagy kedves. Nagyon jó volt. Nagyon sok minden kiesik az ember agyából ennyi idő után már, tudod? Sok minden elmaradnak az emlékek nagy része is. Csak tudja az ember, hogy Istenem, igen. Ott még valaminek lenni kell. Nem szabadna megöregedni ebben a mesterségben. Nem szabad. Vagy pedig mökköl halni minél előbb, a temetésem nem a gyere el, ha nem esik az eső. Most mondom, hogy nem fog ha nem lenni, esik az nem eső. Járok temetőbe. Drága most maga. Mondom. Nem jár. Hát az a borosz, hogy az én a tiédre nem mehetek el. Jaj, pedig de szerettem ott lenni. Kösz! Ott állni és sírtam. Tudod mit? Nem bánom, gyere el az enyémre. Inkább te, mint a Molnár Gál.
a Molnár Gálok olvastam, ja, és megint valamilyen nekrológiát, és fölhívtam, és igen, azt mondtam neki, ha véletlenül előbb halnék meg, mint te, igen, eszedbe ne jusson nekrológiát írni rólam. Szeretem, nagyon jó fejű marad a Molnár Gál Péter. Nagyon jó fejű. Kritikák nem bántottak téged soha? Kritikák nem bántottak soha? Nem. Vagy nem is figyeltél oda? Nem nagyon figyeltem, de nem bántottak. Nem ment. Amiket csináltam, azt mind tudomásul vették, hogy ez így jó. Ennek így kell lenni. Nem igen olvastam. Olyan kritikát. És a rendezők hogy tudtak kordában tartani? Úgy, hogy engedelmeskedtem. Akartam tudni, mit akar. Akartam tudni, hogy hogyan gondolkodnak én ezzel együtt. Érted? És ez nem kis dolog, mert hiszen ők is gondolkodtak, mert önek is el kellett a gondolataikat ültetni, bele kellett ültetni a színházba, a világba, bele kellett ültetni, hogy az éjjel az működjön, ő működjön, rajtad keresztül ő működjön. Nagyszerű. Nem azt mondták, hogy úgy is szétfeszíti a szerepet a Bessenyei, hagyjuk inkább, hogy csinálja, ahogy akarja? Igen. Az is volt, igen, az is volt. Ez a Sikfeli volt a legutolsó igazán rendező. Aranyos volt. Nézd. Csinálom a színpadot, csináljuk a színpadot. Ő nézd. De mondom, hát az Isten szerelmesszél. Csináld úgy, hogy csinálod. Így van, jól. Majd ha nem jó, akkor összemegy a függöny. Szerettem, nagyon kedves ember volt. Nagyon kedves emberek között éltem, beleszámítva téged is. Nagyon kedves emberek között éltem, hálát adok az Istennek, hogy boldog vagyok, és hát egy kicsikét most már. Te, Feri, unom magam. Csak ide jutsz mindig vissza. Mert unom magam. Csak, de fölösleges ide visszajutnod. Figyeld meg, hogy ezután a beszélgetés után meg fognak találni rendezők, hogy gyere hozzájuk. Nem mehetek, mert az asszony nem fogja elviselni, hogy ott ülsz állandóan. Ja, igen, ha csak így nem. Most is beülünk, megyünk, jövök haza, és az utolsó pillanat közében, hogy akkor most akkor megyünk a Lacihoz. Hogyan? Hát, megőrülök, mert úgy bánnak velem, mint egy kedves, ilyen kedves öreg beteg kutyával. Nem szabad neki korán odaadni a se a csontot, se egyet, meg kell, akkor kell, most tessék. Erősen bánnak velem, nincsen semmi baj. Miért a nagyformátú hősöket osztották mindig csak rád? Nem tudom, talán én tudtam őket megtölteni szellemmel, energiával, kedéllyel. De ez neked nem esett nehezedre? Nem esett nehezem, de boldog voltam. Hát azért egy bánkot végig gondolkodni, egy Széchenyit végig, Kossuthot végig gondolkodni, Görgeit végig gondolkodni, Kossuth és Görgei. Igen, az öreg harc. Széchenyit végig gondolkodni. Szóval borzasztó felelősség. Honnan jött ez az energia? Nem gondolkodtál azon még soha? Családból? Hogy érkezett? Genetikailag? Igen. Család. Édesapád mit csinált? Apám kereskedő volt. És anyukád? Anyukám, az meg varrónő volt. Olyan drága egyen meg, az mindig 10-20 lány ült bán, a rámáknál. Necceltek. Neccet csináltak. Varták a idő. Arrős volt, 10-20, és én tanítottam őket természetesen varni. Ezt nem mondod komolyan. Persze, gyerekkoromban megtanultam, hamarabb, mint ők. És én tanítottam őket, hogy ez az őt, és milyen szép az őt, és milyen szép. Gyönyörű, szép, kedves lányok. Hát a Hódmezővásárhely, ahol akkor még nem lehetett az utcára menni, hanem akkor a koklongyárba mentek dolgozni. Az egy ilyen összgyűjtő fokház jellege volt ezeknek a lányoknak, és aztán ilyen helyekre, mint anyám, és voltak még többen, akik együtt tudtak velük dolgozni. Kerestek is valami pénzt, meg minden, én meg vittem az árut, vittem a cukorúrnak, vittem az árut, az volt a kereskedő.
Borzasztó szép, élet volt. Egy perc nyugtom nem volt az életben. Nem tudtam, egy percig nyugodtan, cselekvés nélkül, és jó cselekvés nélkül, mert nem szabad volt rosszat csinálni. Nem szabad volt rosszat csinálni, mert az a megalázó dolog, az olyan, na... De, nem. De csináltatok azért olyan filmeket az 50-es években, most láttam egy némely régi filmet, amire lehet, hogy ma már nem lennél büszke. Mi az, ami? Volt egy olyan például, amiben egy gyárigazgatót alakítottál. Dunaújváros. Ez nem a kölyök. Nem a kölyök? Nem a kölyök. Egy másik. Volt egy másik, igen. Címére sajnos valami nem emlékszem. Valami nem, de én sem, tudom, hogy miről beszél. Mert a kölyök az más, az egy klasszikus alkotás volt. Nem tudom én sem, de valóban. Keserű igazság, mondja a negyedik. Keserű igazság, tessék. Igen, mert mindent tud. Tessék, mindent tud. Igen. Tehát akadt azért ilyen. Persze, hogy akadt. Ez nem az akadás dolga, nem úgy, hogy így akadt, meg úgy akadt, hanem az író akarta, hogy jelen legyek a munkájába, hogy részt vegyek abban, amit ő csinált. Érted? Nem tudom, ki írta, de mi szóval? Jó pajtás. Hát én te édesem, azt a korszakot írták meg, amiben éltünk. Amiben élt az egész ország, amiben élni kellett, amiből életbe kellett maradni, életből kellett maradni. Hozta a történelem. Hozta a történelem. Úgyhogy, kedves drága Lacikám, örülök, hogy a 30 év, 40 év nem múlt el, mert te még élsz. Te is. És nagyon jó, hogy ez a dolog eszedbe jutott. Pár mondatot, amire időd van, vágják ki belőle, aztán kész. Örülök, hogy találkoztam veled, és az Istenke áldjon meg, vigyázzál magadra, tarts szépen rendbe körülötted az életet, mert ez se gondolom könnyű dolog, mert hiszen annyian vagytok, mint a nyű. Annyian. És mindenki vezetni akar, meg rendet, meg fogalmazni, meg... saját magára fogalmazni a világot. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz dolgod van, de nem sajnállak, mert nekem sem volt könnyű dolgom egy életen keresztül. Úgyhogy együtt csináltam veled végig, erre büszke vagyok, hogy pajtásom voltál, pajtásod lehettem. Zavarba hozol, ne hozzál zavarba. De jó volt, jó olyan ember találkozni, aki az ember büszke, aki az ember úgy néz, hogy uram, hát ez egy értékes ember, ez volt akkor is, most is az, hát akkor ez jól kihúzza még, te kérdezz az előbb, hogy volt az élet, úgy, ahogy te, hogy valamiben hiszel, valamit végig gondolsz, és valaminek érvényt akarsz szerezni, ez ilyen egyszerű dolog ez. Áldjon meg az Isten, maradtam kiváló tisztelettel. Ilyen könnyen nem szabad úszni arra. De! Nem szabad úszni ilyen könnyen. Tulajdonképpen szerettem volna még hallani arról, hogy kik voltak azok, akikkel leginkább szerettél együtt lenni, együtt játszani. Nem akarom, hogy teljes névsort nem mondjál. Nem tudom őket, hát nem tudom. Nem akarom. Nem tudom őket, hát feleségemnél volt egy papír, ami rá voltak írva emberek, hát itt vannak mi? Igen. Hát itt vannak édesem. Itt vannak. Nagyon, már nem nagyon látom. De én segítek neked. Polnai Klárira, hogy emlékszel például? Nagyon szeretett engem. Ezek az emberek engem nagyon szerettek. Komolyan mondom neked, nagyon szerettek. Ez az egész, igen, a szellemi lézés. Ez a nagy szellemi lézés. Igen, ez. Ezek a lapok. Éjszakánként ők is megjelennek? Szoktam némelyikkel beszélgetni. Kivel például? Szoktam. Hol ezzel, hol az egy pillanatra fölsejlik előttem. Nagyon jó, nagyon kedvesek. Őze, Kálai Feri, azzal szoktam néha beszélgetni, még telefonon is, mert az a élő pajtások éjszaka is, vagy akármikor, amikor fölhívom, ha egyszer eltalálom őt. Uh-huh. Ez gyönyörű ez a szer. Látod, ő még dolgozik, ő nem adta fel, ő nem hagyja abba. Igen, 10 évvel fiatalabb, mint én.
Igen, tudod, 10 évvel ezelőtt mit játszottam? Én Lír királyt játszottam. Ott a szemüveget parancsolj. Jaj, Istenem, köszönöm szépen. Ez mint szemüveg, igen. Kérlek szépen, ilyenek vannak, hogy... Hát csak a névsor. Tetszett ez a Lukács Valit, Gábor Miklós, Básti, Major, Mátyedi, Kálai, Sinkovics, Őde, Kálmán Gyuri, Berek Kati, Gyurkovics Zsó, Mányai Lajos, Unghári, Csernus Mari, Kohút Magda, Váldi Hédi, Somogyi Erzsi, Raksányi. Hadd kérdezzek valamit. Az operekben váltva játszottatok a Bástival a My Fair Lady-ben, a Higgins professzor. Igen. Ez hogy volt? Ezt hogy tudtátok egymással elszámolni? Mert hogy ki hogy ért rá. Nem hiszem. Tehát nem volt ebben, nem volt olyan idítség, hogy ő most 5-öt játszott ebben a hónapban, én meg csak 4-et? Ette, olyan. Lehet, hogy volt benne ilyen is. Hát mindegyikünkben volt valami, hogy jelen akartunk lenni, folyton jelen akartunk lenni. Ő is. Uh-huh. Ő is. Lajos nem volt, nem voltam vele rosszban, nem voltam jobban, de már úgy értem, hogy a ölelős pajtások nem voltunk, de nem voltam rosszban vele. Én szerettem őt, volt egy pár dolog, amit nagyon szépen csinál Pápa Jerzy Sikfej rendező, amit nagyon szépen csinál, nagyon jól csinál, szép ember példány volt. Szép ember példány volt a színpadon. Ezt így még nem hallottam, hogy szép ember példány volt. Igen, Bihari, Mészáros, Maklári, Rajci, Tompa, Balázs, Básti, Oltimor, Gobbi, Ungvári, rendező. Tehát hogy tudtad kezelni? Aranyos volt. Kicsit kellett meg aki hízelegni. Igen? Kicsit kellett hízelegni. Te tudsz hízelegni? Valami, persze, valami ilyen jóságos dolgokba kellett meg hízelegni. Mindig valamit, föl kellett ajánlani neki valami. Tudod? Mert állandóan ilyen jótékonykodott, és ebben részt vettél egy pillanat, akkor borzasztó. Borzasztó szép, nagyszerű. Érvünkbe voltatok ennyi? Nagyszerű ember, jaj, Istenem. Nagyszerű emberek voltak. Istenem, olyan boldog vagyok, hogy ezek között éltem. És az a borzasztó, hogy nem lesz senki utánam. Nem lesz senki, aki ezekről tudjon. Uh-huh. Ilyenek kellenek, mint te, aki még egy kicsit túlél bennünket, és tudja, hogy ezek kik voltak, és mi csináltak. Ez volt Magyarország, ez volt a magyar szellemi energia, a magyar élet, a magyar irodalmi élet, a magyar irodalom. Ez volt minden, ami gondolkodás, ami érzés, ami emberméltóság, ami művészi méltóság, ami színház, amire fölmegy a függöny, és ott egy új világ kezdődik. És ezt a világot képviselik nagyszerű emberek, tiszta. Nagyon, nagyon nagy dolog volt a színház. Isten legyen hozzád irgalmas. Feri, nem vagy kifáradva? Ne, egyáltalán, de hogy vagy. Nem vagy kifáradva. Nem élek, már régóta nem élek. Az előbb már érintettük a politikát. Már mondtad, hogy az acél szeretett. Igen, nagyon. Mit jelentett az, hogy szeret egy politikus valakit akkoriban? Mert most látom, akkor kap egy filmet, igen, most ráosztanak egy filmet, sőt milliárdokat adnak, hogyha szereti a politika. Nem tudom, hogy annak milyen jelentőség volt. Azt hiszem, hogy ő csak az elvégzett munka után, ő mint kritikus szerett engem, szóval mint néző szerett engem. Politikailag én nem beszélgettem vele soha, de senkivel se. Én emlékszem, hogy úgy lettem párttag, hogy Szegeden a portás adott egy bélyeget, amit meg kellett venni, tudod, akkor be a kis könyvecské, a piros könyvecské, be a bélyeget, hogy hova francba tettem, azóta se kellett, senki se kérte tőlem, azóta se kellett, de raktam bele állandóan a bélyeget, így. De hogy tulajdonképpen, jaj, te hogy nem, várjál csak, a Magyar Bálint. Igen? Magyar Bálint, ennek az apja.
Ő volt az apja, a főtitkára a színháznak. Borzasztó boldog volt, nagyon-nagyon szeretett, és nagyon szerettem én is őt. Úgy várt, így, ölelés álló. Ő csinált hajdalonként nekünk politikai feltájítást. 50-es évek? Ezt már, igen, abban. Igen. Minden. Egy héten kétszer legalább el kellett menni, és akkor, hogy miről beszélt a drágám, nem tudtam, mert olyan kedvesen beszélt, de máson törtem a fejemet, héten tudtam, hogy 10 órakor elkezdődik a próba. Kedves, nagyszerű ember volt, nagyon-nagyon szerettem, olyan tiszta, nagyszerű ember volt, olyan széles, olyan Európa volt, tudod, olyan nagyszerű. Jó pofa emberekkel voltam együtt, nagyon sokat, ha tudtam volna egyszer készülni rájuk. Jó, Feri, tudod, mit kívánnék magunknak? No. Hogy 10 év múlva, ha még megleszek, igen, akkor leülhessünk még hülye egyszer. Hülye. Jó. Én boldogan lennék meg, de mi lesz veled? Hát ez az. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon Isten jó egészséget kívánok. Isten áldjon meg, vigyázzál magad, és örülök, hogy megvagy, mondom neked, hogy meghosszabbodott az szeretlek életem ezzel. Hosszabb lett az életem, köszönöm, értékesebb, értelmesebb lett. Ami nem köbben vág ki, tudjuk, hogy az a fontos, hogy tudjuk, hogy mi miről beszéltünk. Ez az. Köszönöm a szépen, hogy itt voltál, önöknek pedig a figyelmet. Viszontlátásra. Kell csókol figyelmet.